A 10 évvel ezelőtt kezdődött átfogó fejlesztés első lépcsőben állami feladattá tette a tankönyvek kiadását, majd a terjesztését, és a reformnak köszönhetően mindenki ingyenesen juthat hozzá a kiadványokhoz. A köznevelési államtitkár emlékeztetett, a program nem csak a papír alapú tankönyvek tekintetében modernizált, hanem digitális területen is fejlesztett, hiszen az iskolások több mint 6000 okos eszközön hozzáférhető feladatot oldhatnak meg, és a tananyag megértését számos videó, animáció és film is segíti. A korszerűsítés a nemzeti alaptanterv mellett a kerettantervet is érintette. A 10 éves uniós program célja a modern oktatási rendszer kialakítása volt, tette hozzá Maruzsa Zoltán. Mintegy 6,5 milliárd forint az, ami több keretre emeléssel a tankönyv fejlesztés céljait szolgálhatta. Emellett pedig mintegy 3 milliárd forint az, ami költségvetési forrásból került biztosításra a tankönyvellátás területén. Tehát összességében az elmúlt egy évtizedben tankönyvfejlesztésre mintegy 10 milliárd forintot fordított a magyar állam. Sipos Imre, az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnök helyettese a most záruló projekttel kapcsolatban kifejtette. A cél az volt, hogy a mindenkori alaptantervnek megfelelő taneszközöket fejlesztenek a köznevelés számára. Több mint 330 közismereti tankönyvet fejlesztettünk ebben a projektben. A magyar állam kiemelten tekinti a nemzetiség, illetve a sajátos nevelési igényű tankönyvfejlesztés biztosítását is. Így a projektben a nemzetiségi nevelés oktatás számára 153, a sajátos nevelésigényű tanulók számára pedig 253 darab taneszközt tudtunk kifejleszteni. Minden tanévben több mint 13 millió állami papír alapú könyvet adnak ki.